A Szimba Örökség Napok nem csak a kulturális programokról szólt. A kétnapos fesztiválon egy összefogásnak köszönhetően felújították a Soltész Nagy Kálmán utcai híd korlátját, illetve önkéntesek felszámoltak egy illegális hulladéklerakó helyet is a számozott utcáknál. A környezetvédelmi és szemléletformáló programok idén is szorosan kapcsolódtak a fesztiválhoz. Drótkefét és ecsetet ragadtak az önkéntesek és a városházi dolgozók. Ezúttal a Szimba Örökség Napok részeként a Soltész Nagy Kálmán utcai híd korlátjait újították fel. Érkeztek olyanok is, akik már nem Miskolcon élnek, de hallottak a programról és segíteni szerettek volna. Én úgy gondolom, hogy a különböző városi tereket nem pusztán központilag kell valamilyen formában kezelni, hanem valószínűleg ugyanúgy, mint ugye a századforduló környékén a nagy öregek, nekünk is a kezünkbe kell venni, és a saját környezetünkkel foglalkozni kell. A kezdeményezéshez csaknem 15-en csatlakoztak, köztük Varga Andrea alpolgármester, Fedor Vilmos a Szimba Örökség Program ötletgazdája, és Szunyog László, Miskolc főépítésze is, aki elmondta, a Soltész Nagy Kálmán utcán található híd a belváros legjelentősebb Szimba hídja. Körülbelül a 20-30-as évekre fejlődött, 1920-30-as évekre fejlődött az egykori polgárváros idáig erre a részre, és akkor itt nagyon komoly, nagyon díszes házak épültek, és az akkori közízlés, vagy az akkori miskolciak azt kívánták meg, hogy ne csak egy egyszerű híd legyen valamilyen autópályakorlát, de nyilván akkor még autópályák nem voltak, hanem igyekedtek egy díszes hidat csinálni. És bár a híd korlátjának eredeti színét nem sikerült kideríteni, annyi biztos, hogy többször is átfestették már. A rozsda réteg alatt például pirosas-vöröses színű festék is látszott, most pedig a zöld színre esett a választás. A konténerbe a zsákokat ne dobjátok be, hanem ürítsétek ki, jobban elterül ugye a szemét, több fér így bele. A Szimba Örökség Napokon egy másik nagy összefogás is megvalósult. A patak közvetlen közelében maradva idén is a számozott utcáknál gyűjtöttek szemetet az önkéntesek. Kidobott játékok, építési törmelékek, háztartási hulladék, bútordarabok kerültek a zsákokba. Papucs, cipő, műanyag, ruhadarab, gipszkarton, valamint petpalac. És nem csak a Szimba partja volt tele szeméttel, hanem a meder is. A kezdeményezéshez sok fiatal is csatlakozott. Fontos ez a környék is nekünk, hisz ide járok én is iskolába a volt százas épületében. Tavaly a 4. utca végén gyűjtöttek szemetet, most pedig kifejezetten az 5. és 6. utcát vették célba, nem véletlenül. Egy hónap ezelőtt voltam terepszemlén, a 4. utca végén nem volt olyan nagy az újratermelődés, lett azóta kihelyezve ott két kamera. Most itt ugye tavaly is volt ezen a részen egyébként, de itt most nagyobb lett így az újratermelés, hogy itt nincsen kamera. Kicsit arrébb a 6. utca alsó Szimba felüli oldalán, ott a hídnál ott van kamera, de pont ezt a részt nem látja, szóval ez okosan, akik ide hordják a szemetet, ezt így kitapasztalták, hogy mely részt nem látja. Az akció során a 20 önkéntes több mint 10 köbméter hulladéktól szabadította meg a környéket.